serlegekkel és érmekkel tele asztalok várták a futballistákat, edzőket és a vezetőket a Vármegyeháza dísztermében azon a rendezvényen, amellyel hagyományosan zárja az idényt az MLS megyei igazgatósága. Létszámát tekintve Pest és Győr-Moson-Sopron Vármegye után Szabolcs-Szatmár-Berekben szerepel a legtöbb futballcsapat. Az első osztályban, a másodosztály 3 és a harmadosztály 4 csoportjában több mint 100 együttes kezdte el a 2022-23-as idényt, de a zárásnál már kevesebb voltak. 108 csapattal indultunk el, ami a felnőtt szintet illeti. Nagyon örömteli, és még nem is emlékszem, hogy volt-e olyan, hogy csupán egyetlen egy megye 3-as csapat lépett vissza a szezon közben. Az is egy második csapat volt, egy megye 1-es csapat második csapata. Viszont az is szokatlan, és talán ilyen se volt még, hogy a megye másodosztályból pedig 4 csapat lépett vissza a nevezéstől. Kezdődően volt egy csapat, aki el se indult, 3 másik egyesület pedig a télen dobta be a törölközőt, és sajnos volt egy megye első osztályú egyesületünk is, aki a tavaszi szezon előtt nem folytatta tovább a bajnokságot. Tehát összesen 6 egyesület az, aki elkezdte ugyan a bajnokságot, de végül a végéig nem vitte végig a szezon. A megyei első osztályban az Újfehértó és a Kálusemjén kiemelkedett a mezőnyből. Az aranyérem sorsa az utolsó fordulóban dőlt el, a Kálusemjén végül riválisát 2 ponttal megelőzve szerezte meg a bajnoki címet. Egy közös összetett munka végeredménye lett ez az aranyérem, és hát sok mindent megértünk, voltak jobb meccseink, gyengébb meccseink is, de örülök, hogy a hajrába nekünk jött össze jobban, és mi állhatunk a dobogó tetejére. A másodosztály Pannonia ZRT csoportjában még szorosabb volt a küzdelem. A Kulta jobb gólkülönbségének köszönhetően előzte meg a Nagykálót, és lépett egy osztálya feljebb. Kultában minden feltétel ott volt. Ugyebár a téli felkészülésnél a műfős pályát használjuk, voltak lehetőségeink külön speciális edzőkkel dolgozni, ugyebár nyáron, ugyebár a nagypálya, de minden egyes olyan eszköz az önkormányzattól, a szponzoroktól megkaptunk, hogy ez sikeres legyen. A rendezvényen díjat vehettek át a dobogón végzett csapatok képviselői, a bajnokságok gólkirályai és a legsportszerűbb csapatokat is elismerték. A 2023-24-es idényre június végéig nevezhetnek a klubok, az átigazolási időszak pedig július 1-én kezdődik.